Ezúttal röviden meg fogjuk nézni azt, hogy az írások, az úgynevezett Biblia után mi az, amit a történészek mondanak a messiás követőiről, azokról az emberekről, akik közvetlenül a messiák, a megváltó halála után éltek, hogyan éltek ők, és azok, akik legközelebb álltak hozzá, hogyan gyakorolták azt az utat, amelyet számunkra a megváltó kijelölt. Mielőtt azonban elkezdenénk, nézzük meg, hogy mit mond a wiki szótár a nazarénus kifejezéssel kapcsolatban, mely egy melléknév, és jelentése ugye egy keresztény kis egyház, melynek nincsenek papjai és templomai. Gyakorlatilag egy gyülekezetről van szó. Ami érdekesebb az az, hogy mi a szó eredete, az pedig a latin nazarénus kifejezés, ami annyit tesz, hogy a húsát, vagy ugye itt Jézust követő názáreti és a héber Nazareth, vagy názáret szóból ered. Ha megnézzük a Wikipédiát a nazarénus kifejezésnél, akkor azt látjuk, hogy a nazarénus a görög és latin nyelvből fordított több értelmű magyar kifejezés, melynek szótörténeti eredete és használata nincs pontosan tisztázva. Későbbiekben ezt olvashatjuk a nyelvészek, és történészek és bibliakutatók nagy többsége úgy véli, hogy a három ide vonatkozó szó, a nazir, a názáret és a nazarénus közös szógyökere a héber necer szó, mely magyarul ág, hajtás, szőlővesző jelentésű. Mi is ugyanerre a következtetésre jutottunk, hogyha visszaemlékeztek az előző részben, úgyhogy nézzünk tovább, mi az, amit találunk. Názárettel is foglalkoztunk, Názáret Izrael északi részén, Galileában levő város neve, és a történelmi Jahusa felnövekedésének helye. Ha a nazireus héber kifejezést vizsgáljuk, akkor ez a nazir, azaz Jahuának szentelt, elválasztott szóból eredőleg egy Yahudim vagy zsidó személyre, férfi nőre egyaránt utal, ugye ez Bamidbar 4 Mózes 6-os fejezetben van leírva, ezt is megtárgyaltuk, aki fogadalmat tesz, és szinte a főpapival, vagy a szolgálatot tevő pap életére, illetve viselkedésére vonatkozó előírások szerint él. Leírja a részleteket itt, ugye minden szőlőtermék, a haj, illetve bármilyen szaká vagy bajusz levágásáról, és a holttest megérintésétől kell tartózkodnia az embereknek. Ezek után példát hoz, mint például Sámson, amiről beszéltünk, illetve Samuel, vagy Sámuel szintén ilyen személyek voltak példaként az írásokban. De láthatjuk azt is, hogy Saul vagy Pál, az apostol maga is tett ilyen fogadalmat, ezt is megvizsgáltuk, Apostolok cselekedetei 21, vagy Jahukanon, János, illetve Rahab fiai szintén. A szó eredetének magyarázatára több elképzelés is szolgál. A fővonalbeli keresztény magyarázattal nem fogunk foglalkozni, hiszen annak igazából nincs haszna számunkra, azonban megemlítik azt is, hogy legtöbben a szavak közös eredetének a héber necer, azaz ág, hajtás, szőlővesző szót gondolják. Ezt is megnéztük, ez Jesiahu Ézsaiás 11.1 alapján, és Jahusát Dáud vagy Dávid leszármazottjának tekintik. Úgy látják, hogy Jahusa tanításában a zsidóság vagy a Jahudim nép a ma szőlő veszély, amit Jesiahu vagy Ézsaiás megváltóként jövendőlt meg. Őt látják ebben, és ő jött el. Tovább lépünk, láthatjuk azt, hogy nazarénusoknak nevezték Jahusa legkorábbi követőit, még a Korán is annak nevezi őket, azaz kereszténynek nem nevezték őket, sem saját magukat, ők nem nevezték keresztényeknek, hanem nazarénusoknak hívták, ahogyan azt megbeszéltük Apostolok cselekedetei 24, azt ezt ugye be is bizonyítja, hiszen Saulról is ezt írja, hogy a nazarénusok felekezetének feje. Ha megvizsgáljuk, hogy az ős keresztények bejegyzés mit tartalmaz, akkor láthatjuk azt, hogy ős keresztények a kereszténységnek a legkorábbi szakaszában élő, az apostoli korban tevékenykedő keresztények megnevezése.
Természetes, hogy ez más takar, mint ma. Mást kell, hogy takarjon, hiszen azok az emberek, az apostolok, illetve a más siák szerint éltek. A mai kereszténységnek ehhez nincsen köze. Ami érdekes az az, hogy a Jahudim, vagyis a zsidók nazarénusoknak is hívták őket, Jahusá származási helye Názáret után. Megvizsgáltuk már azt is, hogy a nazarénus szó honnan ered. Itt azonban láthatjuk, hogy a korabeli úgynevezett zsidók, a Jahudim, azok nazarénusoknak hívták, nem pedig keresztények. Ha megnézzük, mi történik az első században, akkor látjuk azt, hogy Jahusa elküldi a tanítványait, hogy mindenkinek terjesszék a jó hírt, és később azt olvashatjuk, hogy nagyon rövid időn belül több ezeren tértek meg a Jeruzsálemben élő, illetve a távolabbi, közel-keleti diaszporában élő Jahudim vagy zsidók közül, akik akkor Jeruzsálemben tartózkodtak. Mindenkinek meg kell érteni azt, hogy egy jó hír van mind az úgynevezett zsidó, mind pedig az úgynevezett pogány számára. Nincs két külön út, egy utat hirdetett a másiák. Ezt is megnéztük, az atya akarata egy mindenki számára. Nézzük tovább. Más zsidó keresztény csoportok is létrejöttek, ugye ez Judea és Galilea területén is. A Jahusa követői hamarosan eljutottak Antiókiába és Damaszkuszba is, ahol a pogányok elkezdték gúnyból kereszténynek nevezni őket. Innen kapták a későbbi nevüket. A keresztény kifejezés az egy gúny szó. Megtárgyaltuk az első két részben, hogy honnan érkezik maga az a szó, hogy keresztény. Ez egy gúnyos kifejezés, és a pogányok kezdték el a másiák követőit kereszténynek nevezni. Nézzük tovább. Az első úgynevezett keresztények életének lényege a másiák, a messiás, a megváltó követése, tanításainak, hitelveinek gyakorlása volt úgy, hogy azok a lehető leginkább hasonlítsanak Jahusák, másiák vagy Jézus cselekedeteire. Hogyha ők úgy éltek, hogy a lehető leginkább hasonlítsanak, akkor valószínűleg ők ugyanazokat az elveket, illetve ugyanazokat az instrukciókat tartották be, amiket ő. Magyarul az étkezési, az ünnepszokásokat, az öltözködési szokásokat, és a többi mindet, hiszen ő így élt. Ők nem válogatták ki, hogy mi az, ami szerintük fontos, hanem ők mi leginkább hasonlítani akartak rá. Az első zsidó keresztények gondolkozásukban és tetteikben János és Jahusa tanításait a mózesi törvény és a zsidó vagy jahudim hagyományok mellé állították. Részt vettek a templomi és zsinagógai tiszteletekben, és sajátos tiszteletük is volt, melynek középpontjában Jahusa másiák állt. Magyarul mindkét csoport az első pogány nazarénusok vagy keresztények és az első zsidó keresztények is úgy éltek, ahogyan a másiák élt a Tora az instrukciók szerint. A régi világtól és bűneiktől való elfordulások jeléül bemerítkeztek, és egész életüket Elohim országa várásának állították be, ahogyan mindenkinek kellene. Azaz elfordultak a bűneiktől, ami azt jelenti, hogy ismerniük kellett a Torát ahhoz, hogy megtudják tanulni, hogy mi az a bűn, és azonosítani tudják azt az életükben. Ezek az emberek a szent, vagyis a kodes iratokat tükörként a lelkük elébe állították, ez pedig nem más, mint az úgynevezett Ótestamentum, hiszen ebben az időben nem létezett az új szövetség, hiszen akkor más rendszer volt, nem tudták csak egyszerűen kinyomtatni és mindenkinek odaadni. Úgyhogy az az irat, amiről itt beszélnek, amiket ők tükörként a lelkük elébe állítottak, az nem lehetett más, csak is a Tora, az írások és a proféták. Miért tükör? Azért, mert megmutatja az embernek, hogy mik azok a bűnök, amiktől el kell fordulniuk, és mi az a régi világ, amit ott kell hagyniuk annak érdekében, hogy ők beletartozzanak Elohim gyermekeinek közösségébe. Családias összejöveteleken vettek részt, és tartózkodtak minden kicsapongástól, illetve rendszeresen imádkoztak, heti két napot böjtöltek. Úgyhogy ezek az emberek pontosan tudták, hogy mi az, amit Elohim elvárt tőlük. Ők sokkal közelebb éltek a megváltóhoz, mint mi. Akkor miért gondoljuk, hogy mi új rendszert állíthatunk föl, és mehetünk itt teljesen más úton, és ugyanoda fogunk kerülni, ahol ezek az emberek, akik azért egy egész másfajta életet és életmódot folytattak, mint a legtöbben az úgynevezett keresztények közül.
Ez az életmód, azaz a Tora követése és a Mesiásban megváltóba vetett hit együttesen alkotta az ős kereszténységet, a korai nazarénusoknak az alap elvét, illetve ők így éltek ezek szerint. A jeruzsálemi zsidó főpapok azonban ezt nem nézték jó szemmel, üldözték őket, erről olvashatunk ugye István esetében, illetve Jakabot is később megölték. Úgyhogy ezek azok az emberek, akiket üldöztek. Nem a pogányok, akik úgy éltek, mint a rómaiak, azoknak mindegy volt. A zsidóknak megint csak, hiszen ők uralkodtak Jeruzsálemben ekkor. Ez az a kis csoport, akiről olvashattunk korábbiakban, hogy akiről mindenhol rosszat mondanak. Ezen mozgalom korai vezetői voltak Kefa, vagy Péter, Saul, Pál, Jehukonon, János, illetve Jakob, apostolok. Ők voltak azok, akik ezt terjesztették. Akkor tudjuk, hogy milyen kellett, hogy legyen, hiszen ismerjük az írásaikat. Ők mind-mind a Tora szerinti életet hirdették, úgy, hogy az üdvözülés, az igazulás, az a másikba vetett hit által érkezik el. Úgyhogy ez az, ami jellemző volt a korai kereszténységre. Két részre szakadt a kereszténység egy idő után, ugye a zsidó keresztény és a pogány keresztény. A pogányokra nézve keresztényi lenni annyit jelentett, mint szakítani a több isten hittel, és a jahudim vagy zsidó vallás talaján fakadó, de ebből több tekintetben eltérő jó hír álláspontjára helyezkedett. Hinni abban, hogy az üdvösség Elohim ajándéka, amit nem áldozatokkal és szertartásokkal lehet elérni, hanem csak tevékeny hittel, azaz cselekedetekkel, tiszta áhítattal, erkölcsös élettel. Azaz nem az áldozatokkal és a szertartásokkal, hanem a cselekedetekkel lehetett elérni. A sabbát, az ünnepek, az étkezés, az nem áldozat vagy szertartás. Ezek Elohim elvárásai. Ez az ő torája, ez az ő instrukciója, ez az, ami megkülönböztet minket a világtól. Ezek az emberek ezeket cselekedték. Nem az állat áldozatok vagy a szertartások, mint a mosogatás, s a különböző poharaknak, meg a ruháknak, meg a fürdés, mint amit a farizeusok csináltak. Az egy másik kategóriába tartozik. Láthatjuk azt, hogy tevékeny hitről van szó, azaz cselekedetekkel. És erkölcsös élettel. A cselekedet jelenti Elohim rendelkezéseit, melyek arra vonatkoznak, hogy ő milyen imádatot vár el tőlünk. Olyan értelemben, hogy mik azok a napok, mi az az étrend, az az öltözködés, amit ő elvár azért, hogy mi az ő gyermekeinek mondhassuk magunkat. Ez két külön fogalom, és eltér az áldozatok, a szertartás, illetve a Tora. Az áldozat és a szertartás a bűnért van, hogy az ember bűnét elfedezze, illetve az, hogy kifejezze, hogy az ember mennyire imádja a Teremtőt. Erre ő neki nincs szüksége. Ő azt mondta, hogy ő azt akarja, hogy úgy éljünk, ahogyan ő azt mondta, és akkor nem lesz bűn, és akkor meg fogjuk csinálni azokat a dolgokat, melyek kedvesek az ő szemében, mint a sabát, mint az ünnepek, és a többi, és a többi. A korai keresztények már sokat szenvedtek a zsidók vagy a jahudim haragjától, de az apostolok nagy részét végül nem a jahudim vagy zsidók, hanem a pogányok végezték ki. Szóval, ha ezeket az embereket kivégezték a pogányok és üldözték a zsidók, akkor láthatjuk, hogy ez a vonulat a kettő között haladt. Azért, mert egyesítette a Torát, a másiákba vetett hittel, elszakadt az áldozatoktól és a cselekedetektől úgy, hogy a törvény szerint élt, illetve a másiákba vetett hit által várta az üdvösséget. Tudták, mint ahogy mi is tudjuk, hogy nem a mi nagyszerű cselekedeteink azok, amik által igazzá válunk. Azok egyszerűen csak a Ruach HaKodesh-nek az eredménye. Pált lefejezték, Pétert keresztre feszítették, Andrást szintén, Bertalant megnyúzták és lefejezték, Jánost ugye később Patmos szigetére üldözték és száműzték. Láthatjuk azt, hogy ezek azok az emberek, akiket ők üldöztek. Mindenki üldözte tulajdonképpen. Nem úgy, mint ma a keresztények, a világ nagy része úgymond keresztény. Teljes békességben élnek. Azok, akik nem, azok, akik követik a Torát és a másiák hitét. Most pedig nézzük meg néhány történelmi írás. Az első Jack Finnegan, The Archaeology of the New Testament című könyve, melyben azt olvashatjuk, hogy Epifanius volt az első a korai keresztény egyházatják közül, aki Nazarénusnak hívta a másiák követőit. És mivel ő ugye egy keresztény egyházatja volt,
ő hosszasan beszél ezek ellen az emberek ellen, és azt mondja, hogy ők nem nevezték magukat másiák, vagyis ugye azt használja, hogy Krisztus vagy Jézus neve után, hanem Nazarénusnak nevezték magukat. Sőt, azt mondja, hogy a keresztények Nazarénusnak hivattak akkor. Az összes keresztény akkor Nazarénus néven volt ismeretes, nem pedig keresztény néven. Sőt, azt is láthatjuk, hogy ez a csoport egyaránt használta az Ószövetséget, a Tanákot, ami ugye a Tora, az írások, illetve a proféták, és az Új Testamentumot, vagy az Új Szövetséget. Ne felejtsük el azt, hogy még mindig a korai kereszténységről beszél, és ő nazarénusoknak hívja őket. Azt állítja, hogy különbözőek voltak mind a zsidóktól, mind az úgynevezett keresztényektől. A zsidóktól azért, mert hittek a másiákban, a keresztényektől pedig azért, mert még mindig a törvényt használták, és a körülmetélést, és a sabát napot, és az összes többit. Epifanius megjegyezte azt is, hogy ezek a nazarénusok nem akartak keresztények lenni, és nem akarták, hogy őket úgy hívják, hogy keresztények, hiszen tisztában voltak egyrészt a szó eredetével, másrészt azzal a tradícióval, amit a keresztények, a korai keresztények már akkor is folytattak. Két csoport létezett. Az egyik az, ami ma ismeretes, mint kereszténység, ami akkor egy pogány tradíciónak számított, és ezek az emberek, akik a Torán szerint és a másiákba vetett hit által éltek. Két idézetet láthatunk itt Epifániusztól, amikor azt mondja az egyikben, hogy ők nem akarták, hogy Krisztus vagy Jézus neve után nevezzék őket, hanem nazarénusoknak, illetve nem hívták templomnak, vagy ugye angolul churchnek az ő gyülekezési helyüket, hanem zsinagógának hívták ezeket. A church, angolul, szintén egy pogány eredetű szó, ugyanúgy, mint a Biblia, a Jézus, a Krisztus, vagy az összes többi. Később láthatjuk azt, hogy Jeromos szintén a nazarénokról ír, és mégpedig úgy, hogy ő héberül tanult tőlük, és megállapítja azt, hogy Cezariában, a könyvtárban, Máté evangéliumban héber nyelven megtalálható. Úgyhogy azok számára, akik azt mondják, hogy ezek nem léteznek, ezek az írások, csak görögül, itt van egy a sok bizonyíték közül, hogy igenis léteznek, hiszen Jeromos erről ír. Ez még mindig Jack Finnegan, The Archaeology of the New Testament című könyve. Jeromos így ír a nazarénusokról. Ők elfogadják a másiákot úgy, hogy nem hagyják abba a régi törvények követését, és úgy élnek a Tora szerint. Saját szavaival így ír a nazarénusokról, ők elhiszik, hogy a másiák Elohim fia, hogy Szűz Máriától született, és hogy Pilátus alatt szenvedett, és élt, és feltámadt. Ugyanúgy, ahogy mi hisszük, mondja ezt ugye Jeromos, aki a kereszténységnek azt a pogány vonulatát követte, ami tulajdonképpen ők alapították meg a mai pogány kereszténységet. És azt mondja, hogy úgy hisznek, ahogy mi is ebben, de ők még mindig zsidók és úgynevezett keresztények is szeretnének lenni. Arra utalván ezzel, hogy a törvényeket is megtartják. Azaz volt egy csoport mindig is, aki a törvények szerint élt, a másiákba vetett hit által, úgy, ahogy az Jelenések 12-14 megköveteli mindenkitől. Ugye Elohim szentjeinek békességes tűrése, akik megtartják az ő parancsolatait és a másiák hitét. Ezt jelenti a nazarénus. Aki úgy akar élni, mint a másiák, annak úgy kell élnie, mint ez a szekta, akit mindenki üldöz. Természetesen a nazarénus ugyanúgy, hogy keresztény, számtalan különböző csoportra utal, ez az, amit taglalnak itt a későbbiekben. Azonban számunkra, ami fontos, az az, hogy igenis volt egy csoport, aki úgy élt, ahogy a másiák, és az ő belévetett hit által várta az igazulást. Ez volt a korai nazarénus mozgalom, amit már a teljesen ugye lerombolt és vagy eltorzított, amit mi ma kereszténységnek hívunk. Következő könyv James Dunn, Neither Jew nor Greek, azaz sem nem zsidó, sem nem görög című könyve, melyben Epifanius a következő leírást adja a korai nazarénusokról. Születésük szerint ők zsidók, és a törvényeknek rendelik alá magukat, valamint a körülmetélésnek. Szintén elfogadják Jahusá Hamásiákon, és
a törvények szerint élnek, ezeken kívül még a másiák létezését is elfogadják, és hisznek benne, mint megváltójuk. Elfogadják a halottak feltámadását, elismerik azt, hogy Jehusá másiák Elohim fia, héberül beszélnek, héberül olvasnak, és csak abban különböznek a zsidóktól és a keresztényektől, hogy hisznek a másiákban, illetve, hogy ismerik és gyakorolják a törvényeket, valamint a körülmetélést, a sabátot és az összes többi Torában megtalálható rendelkezést. Elfogadják azt, hogy a másiák a Szent Szellem által fogantatott Máriától, valamint azt, hogy Jehusá volt a másiák. Jeromos ugye hasonlóképpen írja le, ahogy az előzőekben olvashattuk, hogy ezek az emberek hisznek a másiákban, elfogadják azt, és nem hagyják abba a törvények gyakorlását. Még annyit megjegyeznék, hogy két külön csoport létezett, az egyiket nazorénusoknak hívtak, a másikat nazarénusoknak hívták, és mindkettő hasonló volt ezekben a jegyekben, amit eddig felolvastam. Ez a csoport abban tért el, hogy ők azt állították, hogy a másiák az egy ember volt. Amit beszerettem volna mutatni az az, ezekkel, hogy igenis létezett egy vonulat, ami ma is létezik, és mindig is létezni fog, akiről Jelenések 12 ír, akik megtartják Elohim parancsolatait, és a másiák hitét. Erről számolnak be ezek az írások. Ez ugye az egyik Jeromos, a másik pedig Epifánius, de minden úgynevezett egyházatja elismeri, hogy létezett ez a csoport. Egy érdekesség Christopher Reyes könyvéből In His Name, ugye az ő nevében, ami arról ír, hogy úgy tűnik, hogy volt egy korábbi, eredeti munka, amit Máté jó hírének hívtak, és ez ősi héberül íródott, nem pedig koine görög nyelven. Mert a korai egyházatják többször is említést tesznek erről. Ez az, amit olvashattunk, a többek közt Epifánius, Jeromos és a többiek elismerték, hogy igenis létezett egy héber nyelvű Máté evangéliuma, vagy a Máté jó híre. Megtalálhatjuk ugyanazt az idézetet ugye a nazarénusokról, hogy nem hívták magukat keresztényeknek, hanem nazarénusoknak, megfigyelték a törvényeket, azok szerint éltek, ugyanakkor elfogadták a másiákot, mint megváltott. Természetes, hogy megemlítik a két csoportot ismét, ugye a nazarénust és a nazarénust, az egyik az, aki azt mondja, hogy másiák Jehusá egy embertől származott, a másik pedig azt mondja, hogy ő Elohim fia volt. A lényeg számunkra az, hogy mindkét csoport a Tóra szerint élt, és megvolt nekik a másiák hite, és nem hívták őket keresztényeknek, hiszen tudták, hogy honnan ered ez az elnevezés. Pontosan ez volt Epifánius és a korai keresztény egyházatják problémája, hogy gyakorolták a törvényeket, az, hogy a körülmetélést, a sabátot megtartották, és az összes többit, és nem voltak ezzel összhangban a keresztény egyházzal. A keresztény egyház már ekkor elkezdett haladni azon a pogányság felé vezető úton, ami mára beteljesedett. Kialakították a saját rendszerüket, hogy összhangban legyen a római birodalommal, többek között a vasárnap, ugyanis a hét első napja, ami akkor már a legyőzhetetlen napnak szentelt nap volt, ők ezzel az összes többi ünneppel, a karácsonnyal, a húsvéttel és a többivel már kezdtek beolvadni a pogányságba. Azonban ez a szekta nem fogadta el ezt. Ez a szekta elfogadta azt, mint zsidók, hogy a halottak feltámadnak, ugye hitt ebben, Elohim, mint a teremtő, és ezzel együtt Jehusá HaMásiák, mint Elohim fia. Azonban eltértek mind a két csoporttól, mind a Jahudimtól, a zsidóktól, ezáltal, hogy hittek a másiában, illetve a keresztényektől, azáltal, hogy betartották a törvényeket, illetve a sabátnapot, valamint a körülmetélést. Láthatjuk azt is, hogy a tradicionális zsidók utálták ezeket a nazarénusokat azért, mert elfogadták a másiákot. Tertullian elítélte őket az egyik írásában úgy szólván, hogy ők semmi több, mint Salamon vagy Jónás. Hogy honnan is alakult ki a mai pogány keresztény tradíció, ahhoz vissza kell mennünk egészen a már sokat emlegetett egyházatyákig, mint Jeromos, Epifánius, Marcion, Ignatius és az összes többi.
Ők azok, akik ezt kitalálták, nem feltétlenül azért, mert gonoszok, hanem egyszerűen azért, mert félreértelmezték, és ugyanúgy, ahogy az emberiség túlnyomó többsége nehéznek találták a szakítást a pogány tradíciókkal, és nehéznek találták azt a fajta életet, melyet a Tora kijelöl a másiák, illetve az atya útjának követői számára. Ez az, amiről ír Jeromos Augustinnak címzett levelében, ahol elismeri azt, hogy a másiák eljövetele után a Yahudim, vagyis a zsidók még mindig a Tora szerint éltük, hiszen láthattuk, hogy Saul betartotta a nazireusi fogadalmat, áldozatot mutatott be, körülmetélte Timóteust, de a túlnyomó többségük még mindig a zsinagógákban gyülekezett a szombatnapon. Jeromosnak az volt a problémája ezzel, hogy attól tartott, hogy a végére ők nem fognak átalakulni úgynevezett keresztényi, ahogy ő azt elképzelte, hanem pontosan a keresztények, a pogány keresztények fognak szépen lassan átvándorolni ehhez a hithez. Ez volt az ő félelme. Hangsúlyozván azt a tudatlanságból eredő tévhitet, hogy a másiák, vagyis Jézus azért jött el, hogy a törvényeket, illetve ezeket a szokásokat eltörölje, és egyfajta szabadságot adjon, míg ez nem is lehetne távolabb a valóságtól. Megjegyzi azt is, hogy ez a Yahudim vagy zsidó szekta, ez Minyansnak neveztetik a zsidók között, az ortodox babiloniai zsidók között, ami tulajdonképpen annyit tesz, mint eretnekek, és ez nem más, mint a nazarénus mozgalomra utal ez az elnevezés. Az a probléma, hogy elfogadják mindazt, amit a keresztények, azonban még mindig a Tora instrukciók szerint élnek. És Jeromos ezt egy kártékony eretnekségnek tartja, és utána kifejezi azt, hogy szerinte ez az a sátán zsinagógája, melyről jelenések 2.9, illetve 3.9 beszél. És a probléma az, hogy el fogják téríteni az embereket a pogány keresztény útvonalról, amennyiben befogadják őket az egyházba. Jeromos szintén ír arról, hogy az új megjelenésével a régit el kell engedni és el kell felejteni, ezzel kihangsúlyozva azt a súlyos-súlyos félreértést, hogy itt van egy új és van egy régi testamentum, nem értvén azt, hogy az új testamentum majd a bárány menyegzőjével fog életbe lépni, és addig még mindig az úgynevezett ótestamentum van érvényben, az sem értvén, hogy az új az nem is igazából új, hanem egy megújított vagy egy megújult szövetség, és tulajdonképpen ugyanaz, mint a régi, azzal a kivétellel, hogy a másiák eljött, megmutatta az utat, és ő az az áldozat, amit bemutat a mi bűneinket, és nekünk nem kell több áldozat. Az igazolás pedig rajta keresztül történik, nem pedig az ember cselekedeteiből. A probléma az volt, hogy ezek az emberek látták, hogy ez történik a nazarénus mozgalomban, értették azt, hogy ezek az emberek a másiák útját követik, hiszen nem lehetett félreérteni, a másiák így élt. Bárki, aki tudott valamit is erről az egészről, és tud a mai napig, az érti, hogy ő a Tora szerint élt a betűre. Tehát annak tudnia kell, hogy az ő követőinek úgy kell élnie. A probléma az volt, hogy ők nem értettek egyet ezzel, ők nem akartak így élni, mint ahogy a legtöbben ma is. Ezért meg fogjuk nézni, hogy mi is az, ami történt, és hogyan is kerekedtek fölül ezen a problémán. Ignatius volt az első úgynevezett bíboros, aki ezt a problémát megoldotta, mégpedig úgy, hogy az addigi jeruzsálemi tanács, amit láthatunk ugye apostolok cselekedetei 14-15-ben, azt a tanácsot tulajdonképpen felülírta a saját rendelkezéseivel, és itt láthatjuk azt a néhány, ezek mind az ő levelei, és ezekben azt hangsúlyozza, hogy mindenki az ő fennhatósága alá tartozik, illetve a püspök fennhatósága alá, ugyanis ez Jehusa HaMásiák akarata. Ezek azok az idézetek, amelyeket ő a leveleiben ír a különböző gyülekezeteknek, engedelmeskedjetek a püspöknek, és mindig ezt hangsúlyozza ki. Így
történt a hatalomnak a konszolidálása az ő idejében. Itt azt írja, hogy a püspökötök az Isten helyében uralkodik tulajdonképpen a Földön, és legyetek mindannyian egységesek a püspök alatt, és aki bármit is tesz a püspök engedélye nélkül, az nem tiszta az ő lelkiismeretében. Ne csinálj, ne tégy semmit a püspök hozzájárulása nélkül. Úgy igyekez követni a püspököt, ahogy anyja Husáha Mássiák követte az atyát, és a többi, és a többi. Ugye azzal, hogy a püspök hatalmát megnövelte, ezzel lehetővé tette azt, hogy a tanítások, illetve a doktrinák egy központból származzanak, és képes volt megváltoztatni ezt nem csak ő, hanem mindazok, akiket mi ma egyházatjának hívunk, és akiket a kereszténység oly nagyra tart. Ezután természetesen a különböző területeken szintén kialakultak ezek a központosult hatalmak, és onnantól kezdve egyszerű volt a tanítást elterjeszteni, ugyanúgy, ahogy látjuk ma az különböző egyházakban. Ez az egyik levél, amit írt, ne téveszétek meg magatokat tanításokkal, illetve régi mesékkel, melyek haszontalanok, és hogyha tovább folytatjuk azt az életmódot, melyet az úgynevezett zsidó törvény kijelöl számunkra, akkor elismerjük azt, hogy a kegyelmet nem fogadtuk el. Másik idézet, amennyiben valaki is a zsidó törvényeket próbálja neked tanítani, arra ne hallgass. Ignatius volt az első, aki a szombat nap, illetve a sabát leváltásáról írt, mégpedig úgy fogalmazott, hogy tovább nem fogjuk a szombatnapot, a sabátot megtartani, hanem az Úr napját, ugyanis ezen a napon támadt fel, és ezen a napon érkezett el hozzánk az élet az ő halálán keresztül. Ezt a magnéziaiakhoz írt levelének harmadik fejezetében olvashatjuk. Azzal, hogy Jeruzsálembe tette, azaz ő volt az, aki a hatalmat elvette Jeruzsálemtől, természetesen már ez a szigorúbb életforma nyilván nem is volt népszerű, és ahogy az idő múlt, úgy egyre inkább a köztudatból elhalványult mind a másiák, mind az apostolok, és azok közvetlen követői. Ezek után a Torát is elvetették, a szombatnapot a vasárnappal helyettesítették, és egy új vallást kreált Ignatius, és ő volt az, aki ezt kereszténységnek hívta, mely egyértelműen különbözik a judaizmustól. Azt írja a magnéziaiakhoz írt levelében még az előzőeken kívül, hogy tanuljunk meg élni a kereszténység útjának és szabályának megfelelően, mert bárki, aki nem ezen a néven hivatik, az nem Istentől való. Így folytatja, abszurd, hogy Jahusá Másiákot megnevezzük, és mindeközben a judaizmusra tanítsuk az embereket, hiszen a keresztény vallás nem fogadja el a zsidót, hanem a zsidó a keresztény. A következő és egyben befejező részben pedig meg fogjuk nézni azt, hogy milyen egyéb írásokat találunk még arra vonatkozóan, hogy hogyan is hívták valójában a megváltó, vagyis Jehusá Másiák kezdeti követőit. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!